Tisztelettel köszöntök mindenkit! Ezen a foglalkozási helyen egy katonai stresszcsökkentő metódust fogok veletek ismertetni, egy olyan légzéstechnikát, amit harchelyzetekben szoktak alkalmazni a katonák annak érdekében, hogy kellőképp nyugodtak maradjanak és egészséges maradjon a döntéshozó képességük. Ebből pedig már szerintem bárki kiszámolhatja, hogy ha a legerősebb stressz helyzetekben segít valami, akkor az az élet bármilyen területén hasznunkra lehet. Mert mi történik stressz helyzetben? Maximumra kapcsol a szimpatikus idegrendszer, a bordó emelőizmok fognak dominálni a légzésben, ezt nevezzük mellkasi légzésnek, emelkedik a pulzusszám, szaporává és felületessé válik a légzés, és hülyeségeket fogunk csinálni, beszélni, mert elveszítjük a kontrollt. Ezek a tünetek mind a visszajelzői a vegetatív idegrendszer tevékenységének, viszont a szervezetünkről tudni kell, hogy ellentétben a gépekkel itt a visszajelzők, nem csak visszajelzők, hanem kapcsolók is. Vissza tudunk velük hatni a motorra, vagy bármire a testünkben, illetve a pszichénkben. Erről lesz még majd a későbbiekben egyébként videó. Tehát elég a visszajelzőket, jelen esetben a légzést kontrollálni, ami a következőképpen kell, hogy történjen. Harcra készülve 4 másodperc alatt szívjuk be a levegőt, 4 másodpercig bent tartjuk, 4 másodperc alatt fújjuk ki, és 4 másodpercig nem veszünk újra levegőt. Amennyiben szükségét látjuk, ismételjük meg. A harchelyzetben pedig, tehát a konkrét csihipóiban 4 másodpercig szívjuk be a levegőt, 4 másodpercig fújjuk ki. És ezt az ütemet tartsuk folyamatosan, itt nem kell a levegő visszatartás és a légzés kihagyás. Mindkét esetben orron át lélegezzünk, a rekeszizomra helyezve a hangsúlyt, vagyis hasba lélegezzünk. Ennyiből áll a gyakorlat, azonnal stimulálja a bolygóideget, közvetve pedig a szívritmust, emésztést, tehát szépen belassít mindent azáltal, hogy a paraszimpatikus idegrendszer kezébe adja az irányítást. Erről egyébként már van egy korábbi videóm, a linkjét megtaláljátok itt a leírásban, akit érdekel, mármint ez a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer feladata, a tevékenysége, hogy egyáltalán miért jó vagy nem jó. És aki pedig úgy érzi, hogy időnként bizonyos helyzetekben szüksége lehet az itt elhangzott katonai módszerre, az alkalmazza egészséggel. Köszönöm a figyelmet, erőt, egészséget!